Most, hogy már itt izzadok legalább 2,5 hete, kérem fogadjanak szeretettel néhány nagyon fontos ez a baj a Mina madárral, hogy a legrosszabb pillanatban kezd el ordítani valahol. Jó, mindegy. Most, hogy már 2,5 hete izzadok itt Tajföldön, kérem. Mindegy, Mina madár lesz a háttérben. Az első például, hogy nem kell azzal görcsölni, hogy mindenféle konnektor átalakítókat. Nem hallottam eddig egyszer se autóriasztót itt, most megszólalt egy. Szóval, nem kell, hogy mindenféle konnektor átalakítókat hozzanak, mert a Deutsche Industrie Norme konnektorai simán belemennek a táj konnektorba. Egyébként a táj dugai ilyesmi, mint azt hiszem az amerikai. A seggzuhany, hát akkor ez eddig a legputribb szállásunk az összes közül. 1000 baktért, egy luk, tehát hamarosan kis költözünk egy másikba. Van szúnyogháló. Ez a nagy dilemma egyébként, ez is egy nagyon fontos tudnivaló, kétféle szállás közül választhatunk általában Tajföldön. Az egyik a ventilátoros bungalló, amiben van szúnyogháló, a másik a klímás. A klímással az a bajom, hogy még mindig nem jöttem ki az otthoni göthösségből, plusz azon nincsen szúnyogháló. Tehát ott, hogy akárhányszor kinyitjuk az ajtót, hiába van benne klíma, csípnek a szúnyogok, ha csak nem, olyan hőmérsékletre hűtjük a szobát, ahol már nem csípnek a szúnyogok, de ott meg én kapok tüdőgyulladást. Na jó. Szóval a legjobb, kérem tartsanak velem, a táj-WC, és táj-WC legfontosabb rekvizitum, ami mindenhol van, a seggzuhany, vizállóak a falak természetesen, hogy ezzel hogyan kéne segget mosni, még mindig csak kutatom, hiszen az ember itt ül a WC-n, valahogy így oldalról alá tartja, középről és másik kézzel, szóval na, eleve egy táj-WC, szólnom kellett volna az előbb, hogy aki rosszul volt a Trainspotting egyen, az most ne nézzen ide, elnézést, elkéstem. Szóval, vidám felszabadult seggmosás. A WC-vel kapcsolatos és a papíriparral kapcsolatos érdekesség, hogy mint a Tajföldön gyártanák a világ legkönnyebben szétfoszló WC papírját. Ránézel, és így szétpasszant, és képzeld el, mi volt, ha véletlenül valami kis nedvességgel találkozik. Nincs, eltűnt. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy ezzel is azt ösztönzik, hogy ne használjon senki WC-papírt, és ezért írják ki a WC-ben, hogy ne dobálj bele semmit a WC-be. Ne dobálj bele semmit. Papírzsebkendőből se kapni normálisat. Vehetsz bármilyen papírzsebkendőt Tajföldön, az is egy ilyen foszladozó borzalom lehet. Állandó a veszélyen, kettőt szoktam használni, hogy orfújáskor megismertetjük környezetünket hamarosan az abroszra hullott magyar mesztelen csigával. Kettő egyébként nem olvadt szét nálam egy orfújásra, de óriási a veszély. Én nem értem, hogy ezzel ők mit tudnak csinálni. Maximum verejtéket törölgetni. Nagyon érdekes szellemi harc Tajföldön a bankkártya használata, legalábbis a szállodákban, amúgy mindenhol megy majdnem minden, tehát Visa és Mastercard is. De szállodákban nagyon gyakran lehúzzák a kártyát, és utána elkezdik csóválni a fejüket, hogy á, most nem megy, próbáljuk meg este, á, most nem megy, próbáljuk meg reggel, és a végén egyáltalán nem megy. És akkor ha az van, hogy a szemébe nézünk a fószernek, és megmondjuk, hogy haver, mindenhol működik a kártyám, csak nálad nem, nem fogok. Ja, hogy nincs esetleg egy kis cash? És mondom, hogy nincs cash, és akkor a végén általában kiderül, hogy jó, de akkor 3%-ot hozzá kell adni, és ha azt mondom, hogy akkor adj. És hozzáadja a 3%-at, és csodák csodája, bármelyik tajföldi szállodában hirtelen működni kezdenek a bankkártya terminálok. 3% most ez egy 10.000 baktnál 10.300, tehát 80.000 forintnál 82.400-at fizetünk. Érdemes robogót bérelni, mert olyan 250-300 bakt körül van, és hogyha még a drágát béreljük, ami többnyire egy
Honda PCX helyi változata, ami azt hiszem Click néven fut. Szóval 3x 2400 forint még a drága is, és két személlyel megy, mint az állat fölfelé az emelkedőn. Ugye attól függ, hogy az ember a szállodában, vagy így a bungaló hotelnek a kinti tengerparti büfében eszik, azért lehet, hogy jó egy kávéval indítani a napot. Nem tudom, nálunk van ilyen formátum. Van nálunk ilyen formátum? Nem láttunk otthon ilyen formátumot, szóval többféle. Ilyen alumínium dobozos Nescafé létezik, és megvan ennek a klónja is. A Thai klónja, ami ráadásul nem is a Nestlé, tehát ez valószínű egy lopás. És az a legérdekesebb, hogy egyébként mind a kettő teljesen iható. Jó, krémes, nem spórolnak a tejszínnel. Nekem mondjuk azok a erőteljesebb ízűek tetszenek, de ez a latte se rossz. Döntsd le, drágám, mert szét kell vágni. És az az érdekes, hogy ezt, a cessatájt még így is majdnem össze tudjuk roppantani. Tehát ez egy normális, rendes, vékony anyagból van. Hoztam magammal egy kést. Mindig is kíváncsi voltam, hogy hány milliméter vastag az anyag. Na, ezt már itt nem vágja el. Hát igazából látszani nem látszik, de mondom, a szükséges anyag körülbelül 6-szorosát rakják ezekbe a bödönökbe. Ráadásul az a vicc, hogy a koppintás ugyanannyiba kerül, mind a kettő 15 bakt. Ez az 85x120 forint. Egy ilyen putri ilyenkor akár 2-3 embernek is 1000 bakt per nap. Vagyis 8000 forint per nap, hogyha ketté osztjuk, már akkor is csak 4000 forint. Szóval azzal már el lehet lenni, de ez a szezonális ár, az 1000 baht szezonon kívül 300 bahtért is meg lehet ezt kapni, 2400 forint per egész házikó. Egyetlen szépséghibája van a dolognak, ugye az off szezon az itt a nyár. És nyáron az az esős évszak, ami egyáltalán nem gond, mert most itt vagyunk 30 fokban, és 30 fokos eső esik. Nem probléma, hogy naponta 2-3 órán keresztül, hiszen akkor amúgy is jó odabent punyadni. Az inkább a nagyobb baj szerintem, hogy nyáron otthon is nyár van. Egy nagyon érdekes dolog, amikor 5 éve voltunk Thaiföldön, valósággal beleszerettem ebbe a szúnyogriasztóba, ebbe a szép kis Thai, hát nem tudom elolvasni, kavinka, kivava, mindegy. Úgy riasztja a szúnyogot, mint az állat, és a maradékot hazavittük, és a magyar szúnyogok valósággal pánikba estek tőle, és ezért aztán el is határoztam, hogy most már viszünk haza egy csomót, mert ez, amik a trópusi szúnyogokat így riasztja, hát az a világ királya. Aztán vettem még egy ilyet is, egy Off Johnson & Johnson, és ez is brutális módon riasztja a szúnyogokat, tehát nagyon érdemes Thaiföldről ilyeneket vinni haza, mert ráadásul nem is drágák. Egyetlen probléma van, hogyha az ember elolvas az apróbetűs részt, akkor látja, hogy ezzel a DEET nevű hatóanyaggal készül mind a kettő. Ebben is ez a DEET van, ebben is ez a DEET van, itt is, otthon is, ezt 1944-ben fejlesztették az amerikai hadseregre, a trópusi háborúkra. Szóval ilyet igazából nem érdemes itt venni. Csináljuk azt is, hogy mi magunk mosunk, hogyha mondjuk nomadizálunk és félünk, hogy nem lesz kész, mire elkészülünk. De akkor azért tudomásul kell venni, hogy a táj csapvíz egy jellegzetes színnel nyomatékosítja azt, hogy nem hívási célokra van. És hogyha megnézzük, mi folyt itt ki a csapból, és mellé rakunk egy palackozott csapvizet. Hát azért látszik, hogy szóval mosásnál nem az volt, sose lesz tiszta a pólónk, hanem egyszerűen ilyen színű a víz.
Tajföldön az ember óriási királynak érzi magát, mert még a magyar fizetés mellett is viszonylag jól élünk, hát még egy nyugat-európai vagy ausztrál fizetés mellett, úgyhogy előfordulhat, hogy az ember kellőképpen beránt, aztán mit tudom, olyan vicces dolgokra gondol, hogy milyen jó lenne pénzzel rágyújtani. Nagyon rossz ötlet, ugyanis a király, az előző király képe van a pénzen, és Tajföldön a törvény azt mondja, hogy a király, a királyi család, sőt, a királyi család állatainak kritizálása is felségsértés, ami 35 évig terjedő börtönnel büntethető, és erre egy gyönyörű példa, hogy a jelenlegi király, aki még nincs ugyan megkoronázva, és tudomásom szerint Bajorországban él. Szóval ő, amikor a 90-es évek végén elvált, azzal érvelt a bíróságon, hogy minden a felesége hibája, és a felesége nem mert védekezni, mert bármilyen védekezés felségsértés lett volna. Úgyhogy kivonták a válást. Ha elég sokan megosztjátok ezt a videót, mondjuk, lesz 100 000 megtekintése, és még itt vagyok Tajföldön. Kipróbálom, megiszok egy fél liternyi ilyen csapvizet, és utána élőben közvetítem a fasást.